Sikeres szezon tudhat maga mögött az ifjú tehetség, aki nagy tiszteletet vívott ki magának az utóbbi hónapokban. A Magyar Nemzeti Bajnokságban összegyűjtött pontjai alapján junior bági kategóriában első helyezést ért el. Itt cseh és szlovák nemzetiségű versenyzőkkel mért összetudását. Néhányukkal a közép-európai zóna bajnokságban is találkozott a futamok alkalmával, melyeket nem csak idehaza rendeztek meg. Egyik külföldi versenyem az a Mócsai pálya volt, ugye ott már voltak szintkülönbségek is például, nem mint itt a földön, és hát nagyon élveztem, teljesen új volt, ilyen pálya, még egyetlen nem voltam, tele volt ugratókkal, tele volt emelkedővel, és nagyon technikás pálya volt, meg kell hagyni. Ö, ott a második lettem, sikerült eljönni a másik helyt. izgalmas futamokkal, voltak technikai hibánk is, viszont be tudtuk fejezni a futamot. A másik helyszín a szlovákiai Dargov volt, ahol szintén voltak olyan szintkülönbségek, amelyekkel meg kellett küzdeni az Alföldi Marcinak. A húsz versenyző közül végül ez is térmes lett, melyet hatalmas sikernek könyvelnek el, hiszen céljuk volt a dobogó közeli hely. Emellett hazai szinten is teljesített, ugyanis az Alföld kupában szintén második helyezést ért el. Ez talán annak is köszönhető, hogy autójával teljesen egynek érzi magát. Hát. Én úgy gondolom, hogy most már egyre jobban ö, tudom kezelni. Így is még, ö, amikor megvettük, akkor volt első differenciánk, viszont azt kiszedtük, mert hát nem úgy működött, ahogy mi gondoltuk. Úgyhogy még ar arra is kicsit át kellett állnom, ugye? hogy egyszerre hajt minden négy viszont egyre jobban tudom érezni, egyre jobban érzem, hogy egyszerre hajt minden négy érzem a keresztben, mit csinál az egyik kanyarban, mikor tolja az elejét, mikor dobja ki a segít, úgyhogy hát már érzem a váltást is, hogy mikor, mit csinál az autó, melyik fordulatnál kezd el igazán a motor. Marcia télen sem pihen, édesapjával a garázsban folytatják a munkát, hiszen van mit kicserélni, felújítani, hűnék kereküljén, hogy jövőre is hasonlóan jó eredményeket hozzanak. A hivatalos diátadókra még várni kell, de reményeik szerint ezekre is hamarosan sor kerül.